Hello! Kattints a képen látható gombra és várj! Ha egy perc múlva sem történik semmi, nyomd meg újra! Sziasztok, daráljunk! Ma Shando, vagy Shando, nem tudom, majd leírja. Szóval, akkor mondjuk Shando. Tehát Shando pályát fogjuk megnézni, az aranyportált. Előre szólok, nem az évszázad pályája, tehát nem azért választottam ki, mert úgy hanyat vágottam tőle, hanem mert olyan ötletes elemeket láttam benne, amiket úgy éreztem érdemes bemutatni. Kicsit rövid a pálya, de tetszett annyira a kidolgozás, hogy úgy éreztem, megér azért egy videót. Íme a kezdőszoba, kisé kaotikus, de így utólag nézve megértem a díszítés egy részét, pontosabban az aranyblokkokat. Szemben egy tábla, belépés az ellenőrző szobába. A gomb elteleportál egy másik terembe, ahol van sok gomb és sok tábla. Azt írja, milyen szám volt a mellékelt Resource Pack mappájának neve elején. Választ ki az azzal a számmal jelölt gombot mögötted. Ha nem tudod, nézd meg, jó, hogy mondod, és használd. Ha jó gombot választasz, a kezdőszobába kerülsz, ha rosszat, végleg tönkre megy a pálya. Egész ötletes Resource Pack ellenőrzést, még egy fokkal biztonságosabb az, ugye, ha egy blokknak cserélitek le textúráját olyanra, mint kód van, hát amit én szoktam csinálni, csak hogy fényezzem magamat. A Resource Pack-kel kapcsolatban annyi kritikám van, hogy belenéztem, rengeteg fájl van benne, teljesen fölöslegesen, mert az alaptextúrák, modellek, stb. Van benne. Először azt hittem, hogy nincs is benne semmi, csak alap dolgok, mert hogy azt akarja a készítő, hogy az alaptextúrákkal játsz, de hát akkor ugye elég csak kiírni, hogy szedd ki az összes Resource Pack-et. Aztán kiderül, hogy azért vannak benne módosítások. Nos igen, elég lett volna csak azokat belerakni a Resource Pack-be, mert hogyha... Tehát nem kell minden blokknak lecserélni a textúráját, aminek hiányzik, azt az alappal helyettesíti a játék. Tehát tök felesleges a többi alapfájlal növelni a Resource Pack méretét, ezért is néztem bele, mert feltűnően nagy volt a mérete. Ha a helyes gombot nyomjuk meg, akkor átkerülünk egy hasonló dizájnú szobába, az igazi kezdőszobába, meg van határozva a gombok sorrendje, először információ. Pálya neve, az aranyportál, játékverzió 1.8.0, pálya készítője, Shando vagy Shando. Történet, egy csöves vagy szívás. Jó, kezdődik. Minden nap nehezedre esik előkeríteni a betevő falatot, néha lopsz. Most éppen egy nagyvárosi sikátorban pihensz, minden, ami meghatározó esemény lesz az életedben, ezen a ponton kezdődik. Hú, nagyon hatásos kezdés. Te vagy a kiválasztott csöves. Ne használj semmilyen parancsot, minden be van állítva. Én is be vagyok állítva. A pálya automatikusan be fogja állítani a spawn pointot bizonyos helyeken. Minden hangot némíts le, a fényerőt vedd borongósra, ne használj kreatív játékmódot. Azt hittem ez a parancsoknál megkimerült. Egyedül játsz, a páncélállványokról figurák, ne vedd le a felszerelést. Jó, hogy írja, én szeretek vetköztetni. Ha kész... ezt talán nem kellett volna hangosan mondani. Ha kész vagy, kezd el a kalandot mögötted a start gombbal. Gombnyomás után elkerülünk egy sikátorba, ami ugye nagyon fontos lesz az életünkben, és már beszélnek is hozzánk, még körülnézni sem volt időm. Azt mondja egy idegen, hé te, mit akar, takaró, az, hogy most velem fogsz jönni. Dehogy megyek, nem ismerem magát, takarodjon innen, ahogy akarod, de te is velem jössz. Segítség, segítség, a cukros ninja nem hagy békén. Micsi, és közben elsötétül a kép, meg én is be vagyok állítva, és elteleportálódok egy másik helyre. Egy kis teremben vagyok, a cukros ninja is itt van, és nem tudok elmozdulni, de semmi gond, innen is elérem a beszélgetés gombot. Á, végre felébredtél. Micsoda, hol vagyok, mi történt, ki vagy te, mivel nem akartál velem jönni, elkábítottalak, és idehoztalak, és te most a patkány falu krejtek helyén vagy. Azt hiszem, nem vagyok kíváncsi arra, honnan kapták a nevüket. Úgy érted, foglyul ejtett egy bűnszervezet. Okos vagy, igaz? Mit akarnak tőlem? Azt majd a mester elmondja, menj végig ezen a folyosón mögöttem, a mester már vár téged, gyerünk, mozgás! És eltűnt az akadály, most már tényleg tovább lehet menni, a készítő mindenre gondolt. Egy kis éte után, vagy máshogy mondva, kicsivel arrébb... Megtaláltam a főnök szobáját, hasonló dizájnú, itt is voltak láthatatlan akadályok, de a gombot még azért elértem.
mondja a bandamester. Á, már vártalak téged. Mit akarnak tőlem? Tudod, hány dimenzió van a Minecraft világában? Igen, 3. A normális világ, az alvilág és a vég. 4. Van egy negyedik dimenzió, az aranydimenzió. Persze, és én miért nem tudok róla? A világ vezető kormánya eltitkolta, hiszen képzel csak el, végtelen pénz. Felborulna a világ gazdaságának rendje, de én kiderítettem, hogy lehet portált építeni egy negyedik dimenzióba. Szóval kell egy portál. Egy portál? Aranyból. Az aranyat pedig el fogjuk lopni. Azért hoztalak ide, hogy legyen elég emberem, hogy gyorsak legyünk. Neked is ki kell rabolni egy ékszerüzletet, és minden aranyat el kell hoznod. Ha megteszed, részesülhetsz a portálon túli kincsből, a banda pedig teljes körű tagjaként fogad be. Ha nem teszed meg, meg kell halnod. Most pedig elviszlek a bolt alatti alagutunkba, és te fogod megszerezni a zsákmányt. Feladat. Nyomd meg a melletted balra található gombot. Megnyomtam a gombot, megint jött ez a kómázás, kicsivel később egy teleport egy másik helyre, mellettem egy láda, benne létra, rácsfeszítő szerszám, és vasrácsot lehet vele törni. Egy kis húsi, meg a mester üzenete, amiben az van, hogy elkábítva hoztalak ide, ennek a bandának ez a mániája. A rád váró feladattal bizonyíthatod, hogy alkalmas tag lennél, és kiérdemelheted a bizalmam. A ládában elhelyezett ollóval feszítheted föl a kincset őrző rácsot. A létrák a visszajutásodat segíthetik. Menj fel itt, és feljutsz a bolt szellőzőjébe. Szerezd meg az összes aranyat, majd ide gyere vissza, várni foglak. Ha meglógsz vagy beköpsz minket, csúfos halálod lesz. Üdv, jövendő mestered! Oké, mehet az akció, irány boltot rabolni, ez a nyomás, érzitek az adrenalint? Fent egy tábla, lejárat a szellőzőbe, alatta pedig az első rács, nem baj, van eszközöm hozzá, ez az. A gond az, hogy nem a megfelelő eszköz, tehát így ollóval ütne egy rácsot olyan, mintha a kézzel ütném, úgyhogy egy kicsit tetű lassú. Mindjárt meg lesz. Igen. Már nem kell sok. Ez az, megvan. Kicsit lassú volt, de megvan az első akadály. Nem áll, ne szórakozz. Lent kiszúrtam, hogy van egy nyomólap, úgyhogy a távolabbi rácsot kezdtem el ütni. Biztos csapda, haha. Odalent szőnyeg van, úgyhogy az már biztos a bolt. Több szellőző már csak nem lesz. Ez az, odalent van pár ajtó, nagy részű csak díszlet, sötétség van mögöttük, sőt, ki se lehet őket nyitni, egyetlen irány van. Ez az, menjünk aranyat lopni, kicsit veszítettünk a lendületből, de azért még kitartunk, igen. Na ne szórakozz! Ó, hogy szülnél kaktuszt! Én is megszenvedtem vele, úgyhogy ti is nézzétek végig. Ilyenkor van, aki felgyorsítja a videóját, mi lenne, ha változatosság kedvéért most lelassítanám. Na, mindjárt jobb, nem? Egy kis változatosság. A ládában kereken 3 stack arany volt, és miután kipakoltam, éreztem valamit, de az nem adrenalin volt. Nyomás vissza, miatt kiderül, hogy jelent valamit ez a villogás. Téglasor középen, a létrát pedig pont téglára lehet lerakni. És útban van a másik rács. Ja, tényleg a lassítás. Ennyi idő alatt kétszer kérnének a rendőrök, de szerencsére nem jött senki. Megpróbáltam átugrani a gombot, ez lett belőle. Még egy létra, aztán sok létra lefelé, lent pedig új nyomólapok. És ha rálépek, megint jön a bekábítózás. Futás! Teleport egy új helyre, amire azt mondom, nem lehet igaz, hogy megint elkábítottak. És tényleg ennek a bandának ez a mániája, sőt most úgy kábítottak el, hogy senki sem volt ott. Nem is értem, miért patkány falók, inkább patkány kábítóknak kéne lenniük.
A ládában van egy könyv, ami a mester üzenete, alatta pedig egy csákány, amivel aranyblokkot lehet kiütni. Hála neked a portál elkészült, én és a többiek már átmentünk rajta. Ha ideérsz, kövess minket, portál a folyosó végén. Üdv a mestered, utóirat befogadtunk. Jön egy kis folyosó, utána egy tényleg aranyból készült portál, és még sárga színű is. Nagyon poén, ugye Disrespectből lecserélte az obszidián és a portálblokknak a textúráját. Nagyon ötletes, az előtte lévő nyomólap aktiválja a teleportot. Átkerülünk egy csupa arany barlangba, lehet bányászkodni, gazdagok vagyunk. Gondoltam, egy kicsit feszegetem a határait és kiások, megnézem mekkora ez a kis barlang, amit itt csinált. És az igazság az, hogy nem lehet minden aranyblokkot kiütni, hát valószínűleg amit nem lehet, az valójában obszidián, de nagyon ötletes megoldás arra, hogy hogyan tartsuk helyén a játékost. Egy darabig el voltam az aranyblokkokkal, aztán kíváncsi voltam, mi van, hogyha megpróbálok visszamenni. Azt mondta a karakterem, ez egyszerűen hihetetlen. Egy sivatagos helyre kerültem, nem értem, hogy hogyan, hogy hol a portál, elvileg most visszamentem bele, vagy úgy látszik mégsem. Fölöttem valami helikopter-szerű képződmény, jó, legyen helikopter, az egy helikopter. És egy létre Loki belőle, természetesen fölmásztam. Na, hogy az orrom előtt csapódik be. Belül a helikopter teljesen üres, nem értem, hogy marad a levegőben, ha senki sem vezeti. Ha megnyomjuk az egyetlen egy gombot, azt mondjuk, hogy halló, hall engem valaki? Ó, te, köszönjük a segítséget, de most búcsút veszünk tőled. A helikopter mindjárt robban, most pedig utoljára elkábítalak gázzal. Örültem. Ezek tényleg nagyon betegek, akkor is elkábíthatok fölösleges. Közben megint szédülök, aztán teleportálás. Egy fakunyhónak látszó dologban vagyok, egy láda, benne könyv, olvasd el. Üdv idegen, nevem Steve, és a sivatagban találtam rád. A földön feküdtél szinte haldokolva, a sebédet bekötöttem, a konyhában pedig étel vár. Nem sokára hazaérek, örülök, hogy segíthetek. Ajtón túl két tábla, köszönöm, hogy végigjátszottad. Ez volt az első pályám, nem sokára indítok egy csatornát, ha van kedved, majd nézzel hozzám. Mellettem egy asztalon van három torta, nagyon rendes ez a Steve, már csak azt nem értem, hogy jön be a saját házába, bejárati ajtót még nem láttam, de biztos az ablakon közlekedik. Mielőtt mérlegezünk, szeretném megmutatni kívülről a pályát, nem szoktam így kiemelni, de most mint jó példa kivételt teszek. Látjátok, egy tök üres világ, csak a lényeg van megcsinálva, tök jó. A kedvencem ez a kis díszlet, ez a kezdőhely, az a sikátor, így nézett ki így, amikor játszottam. Szépen meg van csinálva, háttér meg minden, és valójában csak ennyi van az egészből megcsinálva, nagyon látványos. Tehát megvan az illúzió, hogy egy városban vagyok, de mégsem épített felesleges falakat, meg házakat. Na jó, nézzük a mérleget. Érdekes volt a főszereplő határozottan, tehát én nem emlékszem, hogy csövessel játszottam volna, nagyon érdekesen kezdődött, sőt a megfogalmazás is nagyon poén volt. A történet is, azt is mondanám, bár így a vége felé már kezdett nagyon logikátlan lenni. A pálya kidolgozottsága is egész jó volt, láttátok, alig volt helyesírási hiba, sőt színezte is a szöveget, hogy könnyebb legyen olvasni. Egy kicsit több díszítés azért elfért volna a terepeken, de legalább nem minden egy blokkból volt. Hatalmas pozitívum, hogy bearanyozta a portált, nagyon látványos volt, ügyes. Aztán, amik nem tetszettek, az egyik, hogy nagyon olyan félbevágott történet hangulatom volt a végén, tehát nem tudom, hogy így tervezte, átvert a banda, elhúztak, én összegyűjtöttem valamennyi aranyat, azzal boldogan érdegélek, valahogy úgy hiányoztam magyarázatot, mert én arra számítottam, hogy erre majd jön az, hogy hú, most basszút állunk ezen a gonosz bandán. Ugye az utolsó szöveg az volt, hogy hamarosan megérkezik Steve, várjuk meg, és akkor ez így a levegőben maradt, nem kaptunk magyarázatot a folytatásra, úgyhogy ezért egy kicsit olyan érzés, mint hogy hirtelen úgy elvágtuk volna a végét. Aztán a másik a túl sok elkábítás, gyakorlatilag így közlekedtem, mindig ha elmentem valahova, akkor elkábítottak előtte, szerintem feleslegesek voltak. Tehát ez volt Shendo pályája, az arany portál, a kézikönyv óvjon.